Tamás, sikerült már megemésztenetek a Kisvárda elleni mérkőzést? Mennyire kellett rendet tenni a fejekben azután, a találkozó után? Nagyon, és nem sikerült megemésztenem természetesen. Én azt gondolom, hogy 120%-ot kell nyújtani az MTK-ba, én ennek igyekszem megfelelni, ez az alapelvárás, és a 120-ra még rá kell tenni pluszokat is, ez sajnos a Kisvárda elleni mérkőzésen nagyon nem így volt, nem hogy 120 nem volt benne, hanem nagyon, nagyon rosszul néztünk ki mentálisan egy ilyen fontos mérkőzésen, ezt természetesen nem szabad elrejtenünk, meg hát nem is tudjuk, hiszen kitettük ezt a produkciót a pályára. Én nagyon remélem, hogy sikerült a héten a fejekbe rendet tenni. Volt egy nagyon komoly vezetői fejmosás is a csapatnak és nekünk. Majdnem minden szavával egyet tudok természetesen érteni, és nagyon remélem, hogy mindenki ennek megfelelően áll bele a hétvégi mérkőzésbe is. Mire kell figyelnünk, hogy érzed a Paks ellen, hogy 3 ponttal távozzunk a stadionjukból? A Paksról nagyon kevesen hoznak el 3 pontot, tehát ez már eleve azt mutatja, hogy lényegesen többet kell beletennünk a mérkőzésbe. Az biztos, hogy a mentális bázist azt lényegesen magasabb szintre kell emelni, és ebben mindenféleképpen előre kell lépjünk. Nagyon fontos lesz, hogy egy évek óta együtt játszó stabil keret, az ellenfelünk egy zárt játékból nagyon jól tudnak átmenni támadásba, tehát én azt gondolom, hogy ezekre mindenféleképpen oda kell figyeljünk, és a középpályán fog eldőlni szerintem ez a mérkőzés, amiben nagyon sok energiát és munkát kell beletennünk.